Le vagy halva. Elintézem ezt a hadikot. Jobb lesz halva. Szerintem ez minden színész álma, hogy egy ilyen kosztümös filmben szerepeljen. Gyerekként is azóta vágyam, hogy egyszer majd egy ilyen nagyszabású moziba. Régen azért sokkal több ilyen kosztümös történelmi film készült. Ez, hogy most ez elkészült, meg itt van, ez igazi csoda. Én nagyon-nagyon várom már. Megtelhető 12 órát befűzve parókába lenni, de én valahogy úgy szerettem ezt a kort, meg nem tudom, valahogy ez így közel áll hozzám, úgyhogy nem volt annyira megterelő, mint például a huszároknak ez a sok csata jelenet. Épp ideje, hogy elkezdjék a kosztümös filmeket, mert valahogy le kéne szedni a nettől a gyerekeket is valami olyan formába tálalni a saját múltjukat és a saját történelmüket, hogy legyen valami közük hozzá, ami számukra elfogadható. És ez a kosztümös film, a látványos film. Erzsébet királynét játszom, a porosz királynak a feleségét. Vallásos nő volt, egy magányos nő volt, egy nagyon érdekes karakter a történelemben, nem sokat beszélnek róla. Harcolt már huszárokkal? Persze, ellenük. Akkor most velük fog. Egy ilyen hónapig azért csak jártam lovas edzésekre, ezt megkiderült, hogy nekem nem is kéne. Ugye a lovas edzős vagyok, úgyhogy én nem lavaroltam. És nem a kemény uralkodót látjuk, hanem egy kicsit a nőiesebb vonaláról, hogy ő mégis hogy közlekedett a sok férfi, akár huszárok között, hogy tudta őket irányítani. Úgyhogy ez egy másfajta Mária Terézia lesz. Az én életem minden nap egy háború, kedves kuzin. Egy ilyet most, egy ilyen történelmi kalandfilmet, meg tudunk nézni. Én utoljára 2003-ban a Magyar Vándorban voltam ilyen lovas, jelmezes, kosztümös cuccban. Történelmünkben voltak olyan nagyszerű pillanatok, amelyeket szinte soha nem ért el egy hadsereg sem. Nem, hogy egy magyar kommandó, ez volt az első magyar kommandó. Ez egy olyan film, amire érdemes beülni, és remélem, hogy ez így is lesz, és nagyon sokan megnézik. Mindenki más azt hitte lehetetlen.